Az NBA egy negyedik fordulójában elmaradt mérkőzés pótlásán a Kisvárda kezdett jobban, 3 perc után 4-0-ra vezetett a házigazda. Aztán zárkózni kezdett az MTK, de 8-8 után ismét elléptek a hazaiak, és a jó félidei hajrának köszönhetően 17-13-as vezetéssel vonulhatott pihenőre Bakó Botond együttese. Fordulás után állandósult a 3-4 gólos különbség, az utolsó 10 percnek 27-24-es állásnál vágtak neki a csapatok. 5 perccel a meccs vége előtt viszont már egyenlő volt az állás, majd a vezetés is átvette az MTK. Felváltva estek a gólok, a Kisvárda 3-szor is egyenlíteni tudott, de a végül 12 gólig jutó Szőlőcsi Zácsik Szandra 7 méteresből szerzett találata a vendégek 33-32-es győzelmét jelentette. Nagyon örülünk a győzelemnek. Úgy érzem, hogy 55 percig nem is nagyon érdemeltünk, de ha nagyon rosszul játszottunk is, az nem csak nekünk köszönhető, hanem a Kisvárdának. Az nagyon látszott, hogy felkészültünk a játékunkba. Ha se nem tudtunk védekezni, kaptunk olyan gólok, amit elvileg elkerülhető lett volna. Nem tudtunk indulni, a gyors gólokat nem működtek, nagyjából semmit nem működött így, ahogy elterveztünk, de tudtunk, hogy nagyon nehéz lesz itt, és az öltözőben meccs előtt is erről beszéltünk, hogy itt a végig kell bírni, és ha így alakul, akkor ha szerencsével is, ha nyerjünk. A hazaiak edzője szerint játékosai kihozták magukból a maximumot a mérkőzésen, amelyen a mutatott játék alapján legalább 1 pontot megérdemeltek volna. Jelen állapotban ennyi szünet után amilyen formában tudnak lenni a csapatok, talán azt mondom, hogy nem volt egy rossz mérkőzés. Mindenkinek vannak még valószínű tartalékai, de én azt gondolom, hogy a mai napon nem biztos, hogy tudtunk volna ennél jobban játszani. A csapatom harcolt, küzdött, mindent megtett a győzelemért, és mégis kikaptunk, amiért csalódottak vagyunk, de azt gondolom, hogy nyilván nagy közhely, de szerintem nem érdemeltük meg ezt a vereséget. A 6 gólt szerző Karnik Szabina a vereség ellenére is büszke volt csapata teljesítményére. Én nagyon csalódott vagyok, hogy ez a mérkőzés így alakult, főleg ahogy a második fél időben szerintem már elfáradtunk, és nem tudtuk abba a tempóba játszani, ahogy az első fél időben. Egyébként nagyon büszke vagyok a lányokra, mert azt gondolom, hogy mindenki kiválóan játszott, és próbálta mindenki a nehéz szituációba hátára venni a csapatot. Úgy érzem, hogy Boté felkészített minket mindenre. Egyetlen egy dologra nem, hogy többen lesznek a pályán, mint heten. A tabella élén a Siófok áll 13 mérkőzésen szerzett 20 pontjával. A kevesebb meccset játszó második Ferencváros és harmadik Győr még egyaránt 100%-os. A 4 ponttal a 10. Kisvárda pénteken Székesfehérváron lép pályára.